Kedves nézőink, újra itt vagyunk Barta Barnával, a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinet vezetőjével. A beszélgetés első részét úgy zártuk, hogy mit mondunk majd az unokáinknak mi? Hát én úgy gondolom, nem gondolom, hanem tudom, saját magam meggyőződése az, hogy két síkon kell elindítani az információs áramlást. Először is Magyarországon tisztázni kell a magyar állampolgárok, a magyar adófizetőkkel, hogy nincs kétféle állampolgárság. Tehát, hogyha valaki állampolgárságot kapott, mert attól jogtalanul megfosztották, és most visszakapja, és ő ezt igényt tart rá, akkor nincs kétféle állampolgárság, ha szavazati joggal jár az állampolgárság, akkor ennek az embernek szavazati joga van, ezt nem vonhatjuk kétségbe. Különben is az az egy, másfél mandátum nem igazán oszt vagy szoroz. Tehát Igen. Itt nem erről van szó. Igen. Nem ilyen politikai tőkéről van szó. Ezt tisztázni kell, hogy ne lehessen ebből politikai tőkét kovácsolni itt mondjuk a nemzetellenes erőknek. Igen. Mert ugye Gyurcsány Ferenc annak idején azzal érte el azt, amit elért egy azon a szavazáson, illetve bizonyos szavazáson, hogy összeugrasztotta a magyarságot, hogy erre appellált, erre épített, az emberi gyarlóságra. Most ezt meg kell magyarázni, mindenkihez el kell jutni, olyan információkkal, hogy értse meg, hogy az erdélyi magyar, vagy felvidéki magyar, az egyrészt építette annak idején a parlamentünket, másrészt évszázadokon keresztül védték ezt az országot, harmadrészt meg pontosan olyan jogos igényei vannak a szavazásra, ugye nem önkormányzati választásról van szó, nem Igen. helyhatósági választásról Igen. van szó, hanem parlamenti választásról, hiszen a parlamentbe bekerülő pártok és a miniszterelnök, vagy akármi legyen majd később ennek a neve, annak feladata van, és annak a kiléte és a hozzáállása befolyásolja és érinti a külhoni magyarokat is. Igen. Tehát neki kell, hogy legyen szavazati joga, ha van állampolgársága. És aztán ki kell menni ugyanúgy ezzel egy időben. Most maradjunk Erdélynél, de ez minden elszakított területre érvényes. Személyesen oda, és el kell vinni azt a hírt, hogy mi nem a szavazatukért jöttünk, mi pénzt sem adunk nekik, de itt vagyunk, ránk mindig mindenben számíthat, és először is adunk neki olyan információt, olyan segítséget a tájékozódásban, egy iránytűt ebbe a hánykolódó vihar zavarta tenger közepén, mert ott állnak, hánykolódnak, hol erre áll az iránytű, hol arra, se cél, se semmi, csak a pénz, hogy legyen minél több. Igen, világos. A pénz Isten lett az Úr. Maradjunk ennyibe, tetszik, nem tetszik, megköveznek a székely testvéreim, én nagyon sokszor elmondtam, sokszor eladják a lelküket. De ha egy hitet visszaadunk nekik, ha kinyitjuk a szemüket, és megértik, hogy ez nem elég, igen. És megértik, hogy mit jelent visszatérni, visszatalálni arra a bizonyos igen. Székely útra, a csillagösvényre. Igen. Odaállni Csaba királyfi mögé, akkor egy részüket, nagy részüket meg lehet fogni. És azt úgy kell megfogni, hogy ő ott, akár ott marad, akár Magyarországra jön haza, tudja, hogy kicsoda, legyen hite, legyen bizodalma, és rendíthetetlen legyen, mind a szikla, igen. Mind a vas székely. Igen. Hogy semmi nem mozdítja ki onnan. Igen. Ez borzasztó nehéz, hiszen én az egyik gyermekem Székelyföldön, Kovászna megyében él, és hát ott egy olyan ismeretségi köre van, ahol a fiataloknál azt tapasztaljuk, hogy
a bal oldalra Márki-Zay Péterre neki drukkoltak, és benne látták a megváltást. Egyrészt, mert Orbán Viktort utálják, igen. Másrészt meg engem meg lenáciztak, mert úgy gondolkodok már, hogy... Igen. Na most kérdezem én, hogyha a Székelyföldön, Kovászna megyében egy magyar emberke, vagy fiatalok, akik nem is tudnak románul, igen. Az alapján, amit én teszek, amit én csinálok, amit én vállalok, azt mondják nekem, hogy náci. A másik meg azt mondja, hogy meg tudom én, mit keresel itt, ne hozz ide nekünk a magyarországi torzsalkodást. Hát igen. Nem kell torzsalkodást odavinni. Tehát ezt meg kell mondani tisztán, hogy kérem szépen, amikor valaki kírja sírkőre, udvarhelyen, hogy itt is jobb, mint Csíkba, mit kell innen hazavinni Erdélybe torzsalkodást? Hát eleve már én ellene vagyok minden ilyennek, hogy mekkora különbség van a két országrész, Erdély és Magyarország között. Kérem szépen, én garantálom, bárkinek be tudom bizonyítani, hogy egy Kolozsvárról vagy Marosvásárhelyről Magyarországra kiköltözött embernek töredéke a úgymond ez a kultúrkülönbözet, a különbség, igen, és a kulturális különbségek közötti eligazodás, mint mondjuk egy gyimesi és igen. Brassóba költözött valaki. Tehát olyan területi különbségek vannak, hogy Nyíregyháza és Sopron között, vagy az Alföld és mit tudom én, igen. Győr között, vagy Budapest között, hogy ez nagyobbak a távolságok ilyen igen. szempontból, mint egy Marosvásárhely, vagy Arad, vagy Nagyváradról nem is beszélünk. Igen. Igen. Tehát egy Csíkszeredából Kolozsvárra költözni, az semmivel se nagyobb teher, vagy különbség, vagy beilleszkedési nehézség, mint akár Budapestre költözni. Jó, sőt. Mondjuk Budapest azért egy külön történet, Budapest azért az érdekes egy téma, igen. De úgy Magyarországról beszéljünk, mert Budapest azért nem egészen azt képviseli, amit Magyarország. Ez a cél, illetve ezek a célmeghatározások, amit a gondolkodás és a lélek sikján. Én is ezt gondolom, hogy ennél fontosabb most nincs. Ebben egyetlen probléma van ott kint. Igen. Hogy egy liberálist, egy globalistát a büdös életben nem fogunk tudni meggyőzni a mi értékrendünkről és gond. Nem is akarunk. Világos. A súlyos probléma ott van, hogy az úgynevezett magyarként vagy nemzetiként szereplők és oldalak sincsenek, illetve olyan magyarságtudatot, nemzetpolitikai célokat képviselnek, amelyeket nyilván egyrészt anyagi meghatározottságúak, és onnétól kezdve már hamis, illetve annyira nincs konszenzus a megmaradás minimális közös nevezője tekintetében, hogy tehát ez az a heroikus feladat, amit a következő nagyon rövid időben meg kell próbálni megcsinálni, megteremteni. Csak a kérdés, hogy kivel. Mert ahhoz, hogy az a Kovászna megyei fiatal társaság, aki ugye, amit az előbb mondtál, hogy Márki-Zay meg egyebek, nem ismerem, hogy kiről van szó, de feltételezem, hogy urbanizált környezetben élnek, mert faluban ilyen nincs. Tehát a Székelyföld 60-70% a falusi lakosság, amit az elején mondtál, ott még működik némiképp a vérben, a genetikában örökölt ősiség, a józanság, a józanész. Tehát mi is ezzel kínlódunk médiaügyben, nincs kivel. Mert az általam csak megélhetési igehirdetőknek és csodavároknak nevezett politikusaink, mozgalmi vezetőink és egyházi vezetőink, azokra a nép nem hallgat. Persze, megy a templomjába, megy a gyűlésére, mert jön a lóvé. De lelkileg, szellemileg nem hallgat rá. De meg kell hallgatni a székely embernek a falusi kocsmában a beszélgetését, bizony. És tulajdonképpen, ha erről akarok egy röntgenképet felállítani, akkor a székely ember mára csaló, ő is hibás, nem mentjük fel magunkat, de csalódott mindenféle politikai közéleti vezetésben. Teljesen jó.
és a szükség miatt van itt vagy ott. Barna, van-e valami olyan fontos, amit amiről nem beszéltünk, és úgy gondolod, hogy most így remélhetőleg nem utolsó alkalommal, de fontos, hogy tudjanak a nézők a Mi Hazánk jövőjével kapcsolatban? Teljes erőmmel azon leszek, erre is kaptam megbízást, hogy a székelyföldi és úgy általában az elszakított területeken élő magyarságot megszólítsuk, eljussunk hozzájuk, és azt a reményt visszaadjuk nekik, amiről beszélsz, hogy a székely bácsi azért úgy már kapizsgálja, hogy neki így sem jó, úgy sem jó, mert itt valami átverés van. Így van. És erre nincs más módszer, mint az, hogy oda menni közéjük. Így van. Tehát ezt, és lehetőleg, főleg az elején minél kevesebb politikával. Más honnan kell ezt megközelíteni, hiszen nekünk nem a politikai haszonszerzés, hanem a nemzetépítés a célunk. Igen. Ha nem fog ránk szavazni, üssekő, úgy jár majd, mint azok a ceglédiek, akik jönnek ki a boltból, és állítanak meg, hogy jaj, de jó, hogy bejutottak, nem mertem magára szavazni, mert féltem, igen, hogy elvész a szavazatom, de annyira drukkoltam, és higgye, hogy a következőnél biztos, mert ha tudtam volna, hogy bejutnak, akkor biztos, hogy magára szavaztam volna. Na, járjon így majd a székely ember is, hogy értse meg, hogy nem akarjuk lenyomni a torkán a politikát, nem is akarunk politizálni olyan értelemben, hogy azt megszokták az emberek a tévéből. Igen. De maga az, hogy felébredek, és magyarul szólok, az már ma már politika. Igen. Hogy magyarul álmodom, az már politika. Hogy imádom a fajomat, az már lassan tilos lesz, de én akkor is megteszem. Igen. Politika, hogy a gyermekeim úgy élnek körülöttem, hogy nem kell neki mondani, hogy hú, te magyar vagy, hanem ő tudja, érzi, és nyugodtan vállalja, és büszkén nézi, amit én megnéztem, informálódtam a YouTube-on, vagy itt-ott, ami arról szól, például az egyik, a legkisebb fiam, mert 4 fiú van és egy kislány, ő, neki az az álma, hogy ő megtalálja Attila sírját. És ő évek óta az a pici gyerek mindent azért tesz, azért tanul, olvas, de úgy olvas, érted, hogy ma már ilyen nincs is, hogy hülyét kapnak, mikor akárhova elmegyünk, olvas. Neki az a célja, hogy megtalálja Attila sírját. Úgy öltözik, benne van, és nem kellett nekem erre kötelezni őt. Igen. Abba a közegbe él, és ő eldöntheti, hogy merre tovább, igen, de ő ezt választja, mert ebbe érzi jól magát. Igen. Na most ezt meg kell csinálni az erdélyi és más elszakított területen élő magyarokkal is. Van egy nagyon nehéz helyzet, például Marosvásárhely, az éppen most vész el, most veszítjük el. Hosszú folyamat, már nem most kezdődött, igen, mert 90-ben kezdődött, de én évekig gyűjtöttem, sőt évtizedekig gyűjtöttem azokat a neveket, Szomésán, Nági, Kérékés vagy Kirikés, több százezer számba. Igen. Ezekkel nem tudunk mit csinálni, mert ő nem olyan, mint a Székelyföldön, hogy az oda beilleszkedett román még székelyebb, mint a másik, hanem pont fordítva, igen, van. Ők bizonygatják a románságukat, igen, mert ott már úgy tele vannak moldovai, meg mindenhonnan behozott románnal, hogy neki azt kell bizonygatni. Most ezeket az embereket mi így nem tudjuk megszólítani, de aki megmaradt magyarnak, azokat meg tudjuk szólítani, és később ezekre lehetnek ráhatással. Tehát ez egy olyan folyamat, amelyik mint egy lakmuszpapír szívja magába azt a bizonyos folyadékot, és úgy színeződik el, igen, úgy megy. De ahhoz mi kell? Ahhoz kell egy biztonságérzet, egy hiteles információ áramlás, szükség van rátok erre a tévére. És csináljátok, ha azt is hiszitek, hogy semmi értelme nincs, csinálni kell, mert semmi nem pótolja ezt. Igen. Ha lehet bővíteni, ha lehet több helyre eljutni vele,
Én mindent megteszek, hogy a Mi Hazánk mozgalmon belül olyan segítséget lobbizzak ki nektek, és minden ilyen tevékenység körül forgulódó emberkének, aki a hitét akarja visszaadni, igen, a székelységnek, a magyarságnak, de az érvényes a Magyarországon is, nem csak Külhonban, hogy ezekre legyen valamilyen támogatás, erre adjunk pénzt, mert ugye, igen, mindenki azzal kérdezi, na, mire adtok pénzt? Hát mi erre, ja, adnánk, hogy lehessen megjelenni valahol, tudjunk fenntartani egy olyan televíziót, ami azt mutatja, amire nekünk, igen, szükségünk van. Igen. Hiszen azt a szűz székely lelket 89 decemberétől olyan szinten védtelenül, kiszolgáltatottan, pontosan, ott hagytuk, és olyan szinten roncsolta a magyar nyelvű RTL Klub TV 2, aztán utána a Duna TV-től kezdve az M1-en keresztül most már mindenki. Miért? Hát szomjózott, igen, az ember a magyar szóra, igen, és mindegy volt, hogy mi az, nézte. És az milyen? Sokat mondják a gyereknek, hülye vagy fiam, az akkor hülye is lesz. Na most, ha sokat mondják neki, hogy ez van, ez a jó, az a... Igen. És akkor ott áll az ember, hogy rá van csatornázva a tévére, és még a parasztember, még a vidéki, falusi ember, az még jó helyzetben van, mert olyan nagyon sokat nem tudja nézni, na, a tévét. Viszont ő neki az a fél óra este a híradó, az is elég, hogy megbolondítsa. Illetve... És ez a baj. Illetve nem csak az a fél óra az, ami megbolondítja, hanem az, hogy az összes polgármestere, falusi elöljárója, az mind be van csatlakoztatva pénzen keresztül a hatalmi rendszerbe, és nem a valós, hát régen mi volt a Székelyfaluban? A pap, a bíró, a tanító. Tessék megnézni Székelyföldön ma a, bocsánat, a kontraszelektált, semmiféle nemzettudattal nem rendelkező tisztelet a kivételnek, pedagógus társadalmat. Igen. Tessék megnézni a Budapestről, vagy Brüsszelből, vagy teljesen egy honnét, ja, és nem beszélve, az egyházi földek és erdők milliárdjain csücsülő papjainkat, a szólamok, azok ma már semmit nem érnek, azok egyéni dolgok, egyéni életpillanatokra adnak nekik valamiféle nyugalmat, vagy biztonságot. De, bocsáss meg, szerkesztők majd, ha soknak találják, kivágják a dolgot, de mi az elmúlt egy évben, ahogy mondtam, hétvégeken mindig jártuk a városokat. Marosvásárhelyen a meghirdetett rendezvényre, nyilván Covid-diktatúra, tehát egy kiélezett szükségállapoti helyzet, amikor ottkint azt se tudtuk, hogy holnap jön-e a zsandarm és viszel, hogy oltsanak. Tehát ilyen szinten volt feszített a helyzet. Marosvásárhelyen eljött nagyjából olyan 130 valahány ember a meghirdetett rendezvényre. Barna, 42 román volt. Sült román. Hirtelen SOS-ben kellett keresnünk, hogy ki tud olyan szinten románul, hogy értsék is, amiről beszélünk. Tolmácsoljanak. És fordítani kellett rögtön. És aztán később más helyeken is, de ugyanez volt a tapasztalatunk. A románoknál, akiknél a Covid, a diktatúra kapcsán a szembefordulás jelentkezett a hatalommal, azzal nincs gondunk nemzettudat szempontjából sem. Igen. Mert alapérték a szabadság mindenkinek. Azokkal, és ugye akkor a másik érdekes színfoltja a dolognak, hogy ez, ami történelmileg is, meg nemzetstratégiailag is egy elképesztő helyzet. Én ezt a kérdést feltettem néhány napja itt híres, komoly magyar embernek, és nem kaptam helyes választ. Ugyanis a diktatúra, a Covid diktatúra az általános szabadságnak a veszélyes léte, mert meg nem léte, az számunkra felvetett súlyos kérdést. Ideológiailag, gazdaságilag lazul az uniós gyeplő. A határon túli néphatalmakban én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben az uniós eurómilliárdok fogták a gyeplőt a nacionalizmus, a politikában. Ez fogta vissza őket, hogy jöjjenek a milliárdok, jópofát kell mutatni bizonyos szinten a magyarokról, ezekről. Ha lazul az uniós gyeplő, a milliárdok, ha omlik az uniós gazdaság,
Plusz ezt megtetézi egy ilyen háborús hisztéria, ami van. Gyakorlatilag én 100% biztos vagyok benne, és nem a román emberekről beszélek, hanem kizárólag a politikáról, meg a Tóthról, meg egyről, ugyanúgy fel fogják erősíteni a nacionalizmust, a románnak. Mi a csodát, a mi mai politikusainknak itt van a súlyos történelmi felelőssége, hogy szavazatokat gyűjtenek határon túlról ahelyett, hogy a nemzetet, a népet, az ott élőket egy olyan, reméljük soha be nem következő, de olyan vészhelyzetre kellene felkészíteni. Amit imádkozunk a Jóistenhez, ne legyen. Tehát, és a diktatúra ügyben mi a románokkal teljesen normálisan együttműködtünk. Volt egy közös ellenség. A Törnöveánú. Kália Neamulú. Igen, ismerem. Nem tudom, ismered a nyílt levelét a magyarokhoz? Hogyne, na. Persze. Mi arra hasonló stílusban válaszoltunk. Hogy barátom. Na mindegy. Igen, most van egy közös ellenségünk, az utána, hogy pofoszkodunk, az egy másik ügy. De most egyelőre azokkal fel. De most egyelőre azokkal. Na, szóval nagyon bonyolult a helyzet. A román államot már meggyőződésem szerint már elég régóta azt tartja egyben, hogy van egy közös ellenségük a magyar. Igen. Én voltam román katona, én pontosan tudom, hogy sokkal jobban gyűlöli valójában a moldovait, az alföldi román, igen, mint a magyart zsigerből, de közös ellenség. Ugye Bukarestben az elit, az görög, zsidó, bolgár, tehát igazából román, mint nemzet, nincs. Az nincs is. Tehát ez egy ilyen kreálmány. Igen. Ha kiesne ez a tényező, tehát igazából elitüket mi magyarok hoztuk létre azáltal, hogy ahogy most is tesszük, akár most Jászberénybe az ukránokat hívtuk dolgozni, de nem a mostaniakat, még előtte, még a háború előtt, behozták őket a pénzéhes gazdagok, mert nem akarták megfizetni a megfelelő munkaerőt, a magyart, behozták őket, csináltunk belőlük, lefordítottuk a bibliájukat, adtunk nekik iskolát, stb. Házat, hogy kijöjjenek az Oduból, és akkor lett belőlük nemzet Erdélyben. Igen. Mert lent máshol nincs, vagy moldovai van, vagy ott vannak Bukarest környékén a görög, zsidó, stb. És itt kialakult ugye Erdélybe a román elit. Most ezzel nagyon nehéz, mindig azt mondják, hogy hát ha Erdély Magyarországhoz csatlakozna, akkor mit csinálnánk a sok románna? Az első lépésben nem azon kell gondolkodni, hanem azon kell gondolkodni, hogy legyen egy önálló, több nemzetiségű, több hivatalos nyelven rendelkező önálló állam, ami Erdély. És erre nekünk készen kell lenni, mert most vagy 100 év múlva, amikor már a hírem se lesz, az unokáim, de készen kell lenni, mert én nem hiszem, hogyha volt egy olyan pillanat, amikor, ha valakinek azt mondták volna, hogy kétharmadát elveszik Magyarországnak, akkor mindenki kirőgött volna, de volt egy olyan pillanat, amikor ez megtörtént. Igen. A szerb se hitte volna soha, hogy a szerb nemzet bölcsőjét egyszer csak egy ilyen tolvonással elveszik. Minden lehetséges. Igen. Volt már olyan lehetőség, hogy Ukrajnából, tehát Ukrajnához tartozó kárpátaljai területet esetleg meg lehetett volna szerezni, a gyávaság, meg a felkészületlenség, meg a rutintalanság oda vezetett, hogy most meg szóba sem hozható ez a dolog. Igen. De nekünk örökké készen kell lenni, és tetszik, nem tetszik, románok biztos, hogy eljut hozzájuk az információ. Kedves románok, soha nem fogom és fogjuk elfogadni ezt, mint örök és mozdíthatatlan és megváltozhatatlan tényt. Mindig örökké készen leszünk, és készen kell lennünk arra, hogy a történelmi pillanat olyanná válik, akkor minimum Erdélyt függetleníteni, és a többi elszakított területeket visszacsatolni, aztán majd meglátjuk, hogy a sok románból hány lesz hirtelen magyar, és hányan lesznek olyanok, akik Bukarest felé mennek, mert ugye most is közelebb van Bécs Kolozsvárhoz, mint Bukarest. Igen. Tehát ez egy
annyira nyilvánvaló dolog, hát ha megnézzük az időjárás jelentést, ott itt látjuk, hogy a Nagy Magyarország az egybe van. Tehát bármit csinálunk, ez egy Kárpát-medence, ez egy és sérthetetlen terület. Igen. Készen kell lenni erre. Erre fel kell készíteni a székelyeket is. Nem is tudom, hogy honnan jutottunk el ide, hogy mi volt igazából az alapkérdés. Mert a következő 4 év. A következő tehát, 4 év. Ugyanarról tehát mi erre fogjuk tanítani, buzdítani a székelységet, a magyarságot mindenhol. Itthon, hogy álljunk készen, otthon, hogy álljanak készen. Ki kell mondani, a székelyföldi, de főleg ott a gyimesi területeken olyan kolostorok vannak a hegyoldalakba, ahol én szemtanulval beszéltem, aki ott bent járt ezeknél a papoknál, eszköze volt ezeknek a papoknak, tele és tele van kézi fegyverekkel, hogy bármelyik pillanatban tudjanak hozzányúlni. És ez nem most, hanem ez a 90 óta így van. Ráadásul olyan ortodox pópák vannak ott, akik előtte most megnövelték a szakállukat, aztán feltették a cuccot, és akkor lett belőlük ortodox pap. És ugye hát az ortodoxok a legnagyobb nemzeti érzelmű románok, titkosszolgálati, hát az előző időben ugye szekuritáté tisztek voltak, és oda menekültek, oda bújtak el, és azokat ők vezetik. Készen kell lenni, fel kell készülni erre. Erre most sokan azt fogják mondani, hogy hülyeség. Nem hülyeség, erre ők sokkal jobban készülnek, mint mi. Nem véletlen, hogy kézdivásárhelyen, stb. Ilyen helyeken vonulnak ők fel, amikor december 1-én. Megfélemlítés, stb. Fel kell készülni lelkileg, fel kell készíteni a magyarságot, és fel kell készíteni arra is, hogy ha nem háborúval, akkor békésen, lépésről lépésre visszafoglalni a területeinket. Nagyon fontos, hogy egy területet legegyszerűbben és legjobban és legbiztonságosabban teleszülve lehet visszafoglalni. Nem mindig azok a hibások, akik elköltöztek onnan, most én erről azért nem akarok sokat beszélni, mert ugye én most Budapestről beszélek, holott félig meddig ide-oda jövök, tehát ott is van érdekeltségem, ott is éppen eleget vagyok Erdélyben, de nem ezért mondom, nem feltétlenül azok az ellenségek, akik külföldön élnek most, és bizony nagyon sokan közülünk többet tettünk az erdélyi magyarságért, mint a helybéliek. Én nem nagyon látom például, és erre lesz külön majd egy programom, hogy hogyan tudom elérni azt, hogy a gazdag, a saját székelyein meggazdagodott, ottani vállalkozók valahol beszálltak volna egy templom építésében, egy emlékhely. Van egy ilyen szponzor, hogy valamilyen rendezvényen ott vagyunk, és akkor adunk egy kis apró pénzt, meg kiteszik. Így van, meg kiteszik a logomat, és kiteszik a nevemet oda. Nem ilyenre gondolok. Olyanra gondolok, ami komoly áldozatot jelent, mert a gyimesekben is letarolták az erdőket. Azoknak nagy része magyar volt, akik letarolták, fel is élik a pénzt, annak nagy részét kifizetik ugyebár korrupciós pénzgyanánt, hogy az ellenőröknek, a másik részét olyan könnyen, ahogy jött, úgy el is csapják, a végén belebetegednek a bíróságra való járástól, és belehal, mielőtt bármilyen hasznát látná, és a vége kettő eredmény, a Tar-Kupár-hegy, és kin Ausztriában az olcsó faanyag. Bizony. És a székely ott áll, és nem tudja, hogy hát eddig is volt eső, akkor most ha esik az eső, miért viszi el a falut? És a székelynek a téli tüzelője a 4-szeresére ment. Igen, az erre, a saját és ha esik az eső, akkor a hegy jön lefelé. És nem tudja, hogy miért. Nem tudja, hogy miért dugul el a patak. Ugye régebben nem volt ez a sok műanyag, ez a sok szemét, szinte mindent fel újra hasznosítottak. Mindenki megy, és a gyönyörű tiszta patakba, Székelyföldön beleönti a szemetét. Megtanultuk a romántól, hogy ezt hogy kell csinálni. Kérem szépen, ha mi nem vigyázunk a saját értékeinkre, akkor az nem fog vigyázni ránk. A szülőföld akkor tart el, ha mi megtartjuk és eltartjuk, ha vigyázunk rá.
napestig lehetne sorolni, bizony, hogy miket kell nekünk elvinni, igen, Székelyföldre a következő 4 évben. Igen. Ezen leszek folyamatosan, nap mint nap, hónapról hónapra fogunk járni Székelyföldre, találkozunk az emberekkel, mondják meg az elképzeléseiket, mit látnak, mit tapasztalnak. Igen. Kérem, várom a segítségedet. Irányíts, mutasd, hogy hol van, hol kezdjük el. Én tudom, nekem van egy-két olyan kiinduló pontom, de mindenféleképpen kellenek a partnerek. Fogunk szervezeteket úgy létrehozni, hogy nem politikai alapon. Persze. Ne is essen politikáról szó. Arról essen szó, közösség, hogy mit kell csinálni szellem a közösségnek, hogy túlélje, hogy így magyarként élje túl, hogy ne kelljen eladni a lelkét. Hiszen én tudom, hogy azért valahol a székelynek, amikor bizony le kell mondjon a maga az anyanyelvéről, az fáj. Igen. De azt mondja, hogy hát a szomszédnak is van már egy Q7-ese, akkor csak nekem, igen, is kéne egy. A székelynek nagyon fáj, amikor le kell mondani az anyanyelvéről, és sokkal jobban fáj, amikor bemegyek az izigvérig székely, szín székely önkormányzathoz, és elém tolnak egy román nyelvű papírt, és arra hivatkozom, amikor megkérdem, miért nem magyarul, ja, hát mert az macerás lefordítani, mert ahhoz fordító kell, meg egyéb kell. Na most addig, és én csak oda tudok visszakanyarodni magam részéről ugye a vége felé, hogy, és az egészre, amit itt a vége felé te is mondtál, utol 24. órában, néhány másodperccel előtte, én azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor a gonosz és a jó közötti harc a végső stádiumban ér, akkor tedjék félre nekem a demokráciának nevezett maszlagot, ugyanis a sátán és Isten között nincs kompromisszum. A belső ellenséggel, én már régóta mondom, a belső ellenség az árulók tekintetében nincs alkú, nincs kompromisszum. Vagy eltakarodnak belátható időn belül, vagy végünk. A külső azok, akik nem szeretnek bennünket, azokkal meg azt mondogatjuk, az utolsó lehetőségig törekszünk a békés, szellemi, kulturális egyetértésre, az együttélésre. Az utolsó pillanatig. De? De. De. A de az... Mondjad, vagy mondjam én? Mondjad te, ahogy gondolod. Tehát de. Ott kell lennie mindig annak a de, így van, folytatásának, hogyha úgy alakul, ha már nem lesz, amit veszíteni, ha már nincs ahova hátrálni, és lassan már nincs ahova, igen, hátrálni, akkor így is, úgy is az lesz a vége, hogy azt mondjuk, hogy állj. Baj. Én amikor látom a ugye Csíkszeredában mindig van ez a kenyérszentel, az ételszentelés. Azt a fantasztikus összeszedettséget, méltóságot, tisztaságot, felemelő érzéssel tele embereket, és az egész szertartás, mert az olyan, amilyen, hát mindig megijednek a románok. És azt mondják, hogy képzeljétek el, hogy ezt a nagyon-nagyon fegyelmezett népet, ha egyszer valaki az élére áll. Hát így van. Hogy mi lesz, mert ugye pontosan tudjuk, hogy mennyire fegyelmezett a román. Nézd meg, igen, egy hasonló ilyen egyházi, igen, szertartást, igen, valamelyik román területen. Vagy a katonai, hát, felvonulás. Igen, igen, igen. Tehát ezeket megnézed, ez a tényleg az ég és föld, a mit tudom, a mennyi és pokod, akármivel, de a két ellen pólussal tudod összehasonlítani, összesen hasonlítható. Nem. És ettől rettegnek. Igen. Miért? A román alapvetően az erőtől tart, csak semmi másból nem ért. Én nem azt mondom, hogy mindig erővel kell menni, de azt mondom, hogy most már tényleg ki kell mondani néha, hogy eddig s ne tovább. Így van. Néha ki kell mondani, hogy félreteszem a lustaságomat, és lefordítom, hiszen miért fordítom le? Nem érted te is jobban, ha magyarul van? Hát akkor miért nem veszed a fáradtságot, hogy lefordítsd? Csíkszeredában nekem cég ügyekben jártam el, ugyanez volt. Igen.
hogy a végén tényleg össze kellett veszni ott a hivatal, hát azt mondja, úgy is tud román, hát persze, hogy tudok. Na de. De ember, hol élek én, hol vagyok itt? Igen. Csíkszeredában vagyok, igen, vagy Bukarestben? Igen. Bukarestben nem fogom kérni magyarul. Így van. Nem fogom kérni magyarul. Igen. De itt, hát ne vicceljen, vagy Marosvásárhelyen, igen, hogy ne kérném magyarul a nyomtatványt? Igen. Nem kérik. Lustaságból, önfeladásból, hát mit tudom, a román ügyintéző, vagy kollega, vagy főnök, mert ugye a főnök mind román. Igen. Nem. Igen. Meg kell állni végre, vessük egymásnak a hátunkat, mondjuk ki, hogy eddig ne tovább, és kezdjünk el felemelkedni, nemzetté válni, kiegyenesíteni a gerincünket, mert nincs tovább. Tehát tessék elhinni, van az a változat, hogy akkor be kell, akkor mindenki mondja azt, hogy románok leszünk, és kész, levetjük a magyar gúnyát, és beállunk románnak, és akkor lehet csinálni bármit, és akkor vége, lehúztuk a rólót. Igen. Vagy akkor ne várjuk meg, hogy ledaráljanak, hanem álljunk ellent. Na most én ennek szellemében ott leszek, az elkövetkezendő 4 évet úgy fogom Erdélyben és az elszakított területek mindegyikén tölteni, hogy ennek szellemébe beszélgetések, találkozások, gondolatok kicserélése, ötletek összefűzése, és teszünk azért, hogy ébredjünk fel, és álljunk ellen annak az elnyomásnak, amelyik a nemzetünkbe akar megroppantani. Nem hagyhatjuk, Magyarországon sem hagyjuk, és ott sem fogjuk hagyni. Hogy ez mennyire lesz elég? A jó Isten tudja. Pontosan. De én tudom, hogy amennyi tőlem telik, azt meg fogom tenni. És ezt a végsőkig elmegyek. Barna, ugye úgy szokták zárni a beszélgetéseket, hogy öröm volt, megtiszteltetés. Ezek most hitvány és gyarló szavak. Sok ilyen tekintetű és gondolkodású embert kívánok magunknak elsősorban ott, de itt Magyarországon is. Neked meg azt mondom, hogy testvér, iszonyatos energiát, erőt, hogy mögöttünk legyen a Jóisten, és bízunk benne, hogy azért mégsem lesz teljesen reménytelen az a következő 4 év, amit folytatunk. Nagyon megtiszteltél, és nagyon megtisztelő a barátságot. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Tényleg felemelő beszélgetni veled. Úgy általában is, amikor azt a verset is felolvastad, folytak a könnyeink. De ahogy olvastad, mondtad, hogy olvastad volna. Folytak a könnyeink, és le voltam döbbenve, amikor mondtad, hogy saját szerzenyed. Elnézést, hogy nem tudtam róla. Se ugyan már. De én meg azt kérem tőled, hogy segíts minket ebbe a munkába. Megyünk, megyek, szervezzük, meglátod, hogy nem hárítok át semmilyen feladatot. De kellenek a kapcsolatok. Csináljuk együtt. Mert ugye miről szól ez? Fogjunk össze, csináljuk. Jó. Csináljuk együtt. És én nem azt mondom, hogy fogjuk meg, és vigyétek, igen, hanem fogjuk meg, és vigyük együtt. Itt a beszélgetés végére tekintettel, hogy rendhagyó beszélgetés, különösen a tartalmát tekintve az utóbbi 10-11 néhány évre nézve biztos, erre a mondatodra, hogy csináljuk együtt és csináljuk, rendhagyó módon, itt most kamerák előtt azt mondom, úgy legyen. Úgy legyen. Kedves nézőink, rendhagyó beszélgetés volt, rendhagyó véggel, akinek kell, remélem értette, amiről beszéltünk, és ha sokan lesznek, akik értették és értik, és nem csak nézni fogják mindezt a képernyők mögül, hanem cselekvően odaállnak, akkor bízunk benne, hogy lesznek még hosszú-hosszú év, ezredeken keresztül hasonló beszélgetések, kevesebb problémával. Az Isten legyen önökkel.